Az előadás elég filozófikus címmel bírt, a jövő fogszabályozása, a fogszabályozás jövője címmel, és nagyjából arra próbáltam rátérni, és gyakorlatilag azt a gondolatot kifejteni, hogy a jelenkori kihívások hogyan befolyásolják azt, hogy hogyan tekintünk a jövőbe. Ez még túl általános természetesen, de valójában amit én látok a fogszabályozásban, az az, hogy nagyon sok iskola létezik. Egy páciensnek gyakorlatilag képtelenség átlátni, hogy a különböző kezelési tervek miben különböznek egymástól, ugyanazon a néven futnak, tehát ugyanúgy fogszabályozásnak hívják őket, és ez felveti azt, hogy a szakma nagyon messze áll attól, hogy standardizálja azt, hogy egyáltalán mik is a kezelés céljai, milyen eszközök, amik standardizált egyfajta best practice képviselnek. Tehát úgy gondolom, hogy a szakmának nagyon nagy kihívásai vannak a jelen létében, és ez alapján várja a jövőt, amit természetesen befolyásol az, hogy a digitális technológia nagyobb és nagyobb tért nyer, vagy teret nyer, hiszen az intraorális szkennelés már itt van a küszöbön, a 3D-s technológiával való készüléknyomtatás és készüléktervezés gyakorlatilag egy lehetőség, viszont ez elvinni az ember fókuszát valamelyik irányba, és azt gondolom, hogy ez a jövő. De a másik az pont egy olyan kérdés, hogy azt boncolgatja, hogy a fogszabályozás a definíciót tekintve merre fog irányulni. Ugyanis jelenleg ez a sok különböző kezelési terv, ami egy páciens számára megfogalmazódik a különböző rendelőkben, gyakorlatilag mindenképp egy rendszert igényel. Tehát az, hogy a készülékek, a kezelési célok hogyan csoportosíthatók, és nem csak az, hogy most a készülék látszik, vagy nem látszik kivehető, vagy ragasztott, hanem az, hogy mi a fogszabályozó kezelés célja. És ez a kérdés, hogy egyáltalán miért kezelünk embereket, mi a fogszabályozás célja, gyakorlatilag új értelmet nyert 2014-2015-ben, hiszen olyan szakmai bizonyítékok álltak elő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy a felelősségi határunk sokkal távolabb mutat, mint a száj és az arc. Tehát gyakorlatilag definiálhatóvá vált, hogy a fogszabályozó kezelés az egész testre, az egész egészségre hat a páciens részéről, tehát gyakorlatilag ilyen formán sokkal nagyobb a felelősségünk, mint azt korábban gondoltuk, vagy akartuk gondolni. És innentől kezdve a fogszabályozás új definíciója, amit megfogalmaztam, mind az új funkcionális fogszabályozási paradigma, az pont azt sugallja, hogy a kezelésnek figyelme kell venni az egész test határokat, az egész test hatásokat, és ilyen formán gyakorlatilag mind a diagnózist, mind a kezelési célokat tekintve, mind a készüléket alkalmazva gyakorlatilag egy teljesen új irányzat fogalmazódik meg, egy kezelési irány határozódik meg. Tehát ez az új funkcionális paradigma, ami mint eszenciája csak is kizárólag teamben képzelhető el, hiszen a probléma komplex, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy az egész testtel függünk össze, testtartás, légzés, nyelés, egy csomó olyan dolog jön be a képbe, amit mi egymagunk fogszabályozóként nem tudjuk kezelni. Tehát gyakorlatilag ez a fajta új paradigma, tehát a funkcionális paradigma csak is kizárólag csapatmunkában képzelhető el. És gyakorlatilag van egy másik előadás is, ami ezzel kapcsolatos, tehát a délutáni szekcióban van egy olyan előadásunk, ami pont arra próbál választ keresni, hogy jó, tehát akkor megvannak ezek a kezelési irányok, jó, akkor dolgozunk egy csapatban, de hát egy csapatkezelés nagyon bonyolult, hát hogyan lehet azt kezelni, ki után következik, kinek mi a feladata egy csapatkezelésen belül. Tehát azt lehet megfogalmazni, hogy egyik oldalról egy fantasztikus felfedezés ez a fogszabályozás területén, hiszen gyakorlatilag újra definiálhatjuk azt, hogy mi a fogszabályozás. 110 éves szakma most jutott el arra, hogy újra definiálja a céljait. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. De a másik az, hogy valójában a munka most kezdődik, hogy ezek a fajta csapatkezelések ki legyenek találva, hogy ki után következik, milyen szakterületek vannak érintve ebben a team munkában. Tehát ez egyik oldalról jól is hangzik, másik oldalról meg egy kihívás. 2014-15-et említette, mi történt akkor? Gyakorlatilag megfogalmazásra került valami, ami már eddig is volt, tehát lógott a levegőben, hogy így fogalmazzam, ugyanis a fogszabályozás jelenleg a mainstream, tehát a jelenleg leggyakrabban alkalmazott kezelések egy olyan dogmatikus rendszeren alapulnak, hogy azt gondoljuk, hogy egy profilröntgen a gipszminták elemzése meg tudja mondani azt, hogy mi a jó a paciensnek, mi az egészséges harapás. De gyakorlatilag ez egy kiragadott rendszerben, egy kiragadott diagnosztikai módszer. Gyakorlatilag az egészséget nem lehet megfogalmazni és nem lehet meghatározni csontozati mérőszámok alapján. Tehát ez gyakorlatilag ez a gyakorlat a mai napig, viszont elfogytak a töltények. Tehát elfogyott az, hogy valójában be tudjuk azt bizonyítani,
hogy ez képes a stabil, mellékhatásmentes eredményt definiálni. Tehát gyakorlatilag, hogyha másik oldalról tekintünk, hogy a 110 éves gyakorlat alkalmas arra, hogy a paciens egészségének megfelelő kezelést hozzon létre, olyan kezelést, ami a legkevesebb mellékhatást okozza és a legstabilabb, akkor azt mondhatjuk, hogy kudarcot vallott. Tehát ez csúnyán hangzik, meg túl erőteljesen hangzik, de gyakorlatilag ez most az evidence-based medicina emelkedésével és az evidence-based medicina egyfajta tükör vagy szűrő, gyakorlatilag átszűrtük és újtalannak találtuk. És a másik oldalról viszont olyan kutatási anyagok jönnek elő, hogy a szájkörüli izomfunkció milyen nagy hatással bír afáziás pacienseknél, viselkedészavaroknál, sportteljesítménynél, testegyensúlynál, a nyelvpozíció milyen hatalmas szereppel bír, a légzés milyen nagy szereppel bír, tehát azok az információk, amik ezt bizonyítják be, gyakorlatilag a fogszabályzást egy egészen más képbe helyezik, hiszen innentől kezdve nem ezeknek a különböző röntgen és gipszminta mérőszámoknak kell megfelelnünk, hanem annak, hogy ezeket a bizonyos vitális funkciókat, hiszen légzés nélkül megáll az élet, nyelés nélkül megáll az élet, de gyakorlatilag a mi fogszabályozó feladatunk az, hogy ezt támogassuk, és ne ennek ellenében dolgozzunk. Tehát ez egy nagyon nagy változás, és gyakorlatilag az történt, hogy ezek ki lettek fogalmazva. Természetesen vannak törekvések az evidence-based kutatásokra vonatkozólag, és eddig nagyon soványka az, amit fel tud mutatni a fogszabályozás evidence-based alapon. És ezek többnyire technikai jellegű felfedezések, a fehérfoltok lézióinak a kezelése, a különböző mikroimplantátumok menetvágásának a vizsgálata. Tehát ez mind technikai dolog. Tehát minden, ami a kezeléssel függ össze, végtelen szegényes. És ez nem véletlen. És pontosan azért, mert most csinálhatunk még több és több olyan evidence-based kutatást, ami arra irányul, hogy mi a sikeres, de az nem lehet sikeres, hogyha valami alrendszerben próbálunk törvényszerűségeket felállítani. Tehát gondoljuk el, hogy valóban a fogak állása már eleve egy izomegyensúlynak a következménye, hiszen van az ajak, orca és belülről a nyelv. Tehát ha ez felborul, és én ezt nem akarom figyelni, már pedig ebben a pillanatban nem veszük figyelembe a legtöbb fogszabályozó kezelést tekintve, akkor egy gyakorlatilag szinte biztos a mellékhatás és az instabil eredmény. Viszont mik ezek az izmok? Hát ezek az izmok nem izolált izmok, mint ahogy ezt az anatómia atlaszok mutatják, hogy itt tapad és itt tered, hanem ez egy izomrendszernek a része. Tehát gyakorlatilag az, hogy egy paciens testtartása összefüggésben az állkapocs helyzetével, ami összefüggésbe kerülhet, vagy valami vice versa módon a légzés és az orrofaciális izom funkcióval, az azt mutatja, hogy multidisziplinás. Gyakorlatilag minden orvoslásban előbb-utóbb kilökkedünk ide, hogy az összefüggés rendszer túlmutat az adott speciál terület határán. Tehát mindenre előbb-utóbb kiderítjük, hogy multidisziplinás, és a multidisziplinálitásban most kereshetjük a genetikai komponenst, valójában az csak egy a sok közül, és a környezeti hatások, mint például az orrofaciális miofunkció, erősen felül tudja ezt írni. Tehát azt gondolom, hogy kutogathatjuk, de eddig is megtettük volna. Azt gondolom, hogy 110 éves szakmánál, most ez csúnyán hangzik, de kérdés, hogy jár-e még esély. Jár-e még esély arra, hogy akkor jó, akkor menjetek vissza, és akkor még egyszer kutassuk ezeket. Tehát alapvetően nagyon sok eredmény van a fogszabályozásban, hiszen nagyon jópofa eszközök vannak, nagyon jópofa segédeszközök vannak, mikroimplantátum, olyan intelligens ívek tekintetében és eszközök tekintetében, de a célok nincsenek definiálva, és ez gyakorlatilag ez a fajta definiálás nem lehet nem holisztikus. De tudom, hogy ez egy csúnya szó orvosi viszonylatban, ez a holisztikus kifejezés, mert nem tudjuk kezelni, nem tudjuk mérni, hogy az orvoslás mindent mérni akar, és ez a holisztika, de nem is akarok holisztikáról beszélni, tehát nem akarom ezt a szót használni, de egyszerűen csak arról van szó, hogy interdisziplináris, ami az orvosi nomenklatúrában sokkal elfogadottabb, tehát egyszerűen annyi a lényeg, hogy a határ, tehát a fogszabályozó orvosnak a határa, az sokkal tágabb, mint amit eddig gondoltunk, és éppen ezért be kell vonni társszakmákat, tehát eddig el kell jutnunk. Ez, ha már eddig eljutunk, az, hogy újra definiáljuk a fogszabályozás céljait, hogy tényleg itt nem csak strukturális eltérést akarunk mozgatni valamilyen alrendszer normai alapján, hanem figyelme vesszük, hogy ez távolabb mutat, nem feltétlenül most a testileg szellem egységét tekintem mondom, mint holisztik, hanem csak ha a fizikai testet nézzük, annak izmait és kötőszöveit beleértve, akkor ez már siker. Tehát elismerjük azt, hogy a fogszabályozó orvos felelőssége jóval túlmutat azon, hogy egyfajta okklúziót, egyfajta harapást beállítsa. Kettő, a meglátás tökéletes. Itt rendszert kell felállítani.
rendszert felállítani arra vonatkozólag, hogy mely szakmák működjenek együtt, milyen módon. Ehhez standardizálásra van szó, meg definíciókról van szó. Ezeket a definíciókat fogalmaztam meg. Tehát gyakorlatilag vannak már szervezetek, nem olyan túl sok, tehát vannak szervezetek, akik ezt elkezdték összegyűjteni holisztikusan. De legalábbis azt mondjuk, hogy van két amerikai szervezet, van egy harmadik nemzetközi szervezet, ahol már azért jó néhány éve össze-összegyűlnek kvázi logopédusok, ugye az amerikai angol száz nomenklatúra, másképp hívjuk őket, tehát logopédusok, testterapeuták, ilyen-olyan testterapeuták, mert abban is egy nagy katyvasz van, meg fogorvosok, meg fogszabályozók, meg most például a legutóbbi Los Angeles-i konferencián légzésterápiával, az a sleep medicinával foglalkozó kutatók, hiszen ezek az összefüggések sokkal szélesebbek lettek már, mint amit korábban gondoltunk, hogy oké, a nyelv, idejlők, odalők, az ajak így szorít, úgy szorít, hiszen így gyakorlatilag a szájlégzés, ami együtt jár a felborult izomegyensúlya, a sleep medicinára is pozitív hatással van. Tehát itt elindult egy folyamat, ami túlmutat a fogszabályozáson. Elindult egy folyamat, ami túlmutat azon, hogy most a hagyományos eszközeinkkel ezt mérni tudjuk. Tehát persze még az orvoslás ebben a pillanatban a dupla vak randomizált klinikai vizsgálatokat fogadja el a legmagasabb szint evidenciának, de ha most például a sleep medicinát nézzük, ott is előbb-utóbb rájöttek arra, hogy a paciensek állapotát az orofaciális mioterápia javítja. És akkor ilyentől kezdve ez megint egy kapos, tehát ugye egyik oldal a sleep medicina közelett az orofaciális mioterápiához, ami viszont ugyancsak kihat a fogszabályozásra, tehát itt valójában még magunk sem tudjuk, hogy ez hol áll meg ez az együttműködés. Egy dolog biztos, valami utat, tehát kiengedtünk valamit a szerencéből, én legalábbis azt gondolom, tehát ha egyszer szembesültünk azzal, hogy a hagyományos, abszolút strukturális dominanciai kezelés nem hozott megoldást, nem tudott megfogalmazni standardizált kezelési célokat, egyetlen definíciót, hogy mi is a fogszabályozás célja, tehát innentől kezdve kinyitottuk az ajtót, és magunk se tudjuk, hogy ez hol áll meg, mert innentől kezdve a fogszabályozás célja, ebben a pillanatban legalábbis kifogalmazva, az, hogy támogassa ezeknek a vitális funkcióknak a javulását, tehát beállunk egy sorba, beállunk egy csapatba, akikkel együtt kell működnünk, de hogy kik lesznek a csapattagok, na ez egy munka. Amit például Magyarországon előrébb tartunk, mint bárki más, tehát azt gondolom, hogy Vola Mariannal ketten létrehoztunk egy szervezetet tavaly, amit úgy hívnak, hogy Magyar Interdisziplinális Orofaciális Funkciós Terápiás Társaság, tehát MIO FTT, ami pont túl akar mutatni egy-egy szakterületen, és azokat az embereket hozza össze, akik az orofaciális vagy kraniofaciális területen együttműködnek, és pont az a célunk, tehát most november 14-én lesz egy következő rendezvényünk, hogy elkezdjük a standardizálást, hogy elkezdjük, meghatározzuk a definíciókat, mondjuk azt már meghatároztam, tehát leginkább a kérdéseket akarjuk definiálni, amik a teamben standardizáltan felmerülnek. Tehát az a csapat, aki egy nyelven beszél, ez is egy feladat, hogy egy nyelven beszéljen, azok ugyanazokat a kérdéseket tegyék fel, hogy összemérhetőek legyenek majd az eredmények. Tehát egy hosszú munka áll előttünk, de ez látszik gyakorlatilag nemzetközileg is, hogy mindenki azon a szinten van most, hogy tudjuk, hogy valamit kéne, de ezek a lépések, amitől ez orvososá válhat, hogy tényleg vannak standardizált dolgok, ez szerintem most előrébb tart nálunk, mint bárhol másodában. Nagyon szerencsés vagyok, nekem van egy saját digitális laborom. Tehát ez mondjuk nyilván nem egy átlagos szituáció, hogy a digitális aligneket magam állítom elő. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta digitális változás nagyjából két irányt határozhat meg. Tehát egyrészt azok a nagyipari cégek, nevezzük úgy, hogy a fogszabályozási iparágban nincsen gyógyszeripar, de itt is vannak azért innovatív cégek, akik nagyon hosszú ideig nagyon sok investíciót öltek abba, hogy termékeket fejlesznek, és vannak az úgymond generikusak, akik végül is ezt az irányt csak követték, tehát nyilván kevesebb múlttal és kevesebb fejlesztési költséggel, de az az egyik irány látható, hogy a nagy cégek a túlélésük érdekében próbálják magukhoz kötni az orvosokat. Tehát olyan digitális technológiákat próbálnak ránk sózni, ami már valójában a mi napi munkánk szempontjából nem biztos, hogy annyival többet ad, mint amennyivel többet vesz. Tehát nagyon függést jelent, tehát hogyha most én beszkennelem az esetemet, és egy külső-külső laborral gyártatom le egyénenként a fogszabályozó készüléket, és az a készülék mondjuk leesik, és a paciens lenyeli, akkor természetesen csak a labortól tudom beszerezni. Tehát ez végtelenül kényelmes mondjuk a labor számára, viszont hihetetlen nagy függés az orvos részéről. Tehát a kérdés az, hogy be tudják-e ezek a nagy cégek bizonyítani, hogy ennek van hozzáadott értéke, kezelés gyorsaság, páciens komfort, vagy valamilyen szempontból. Eddig nem sikerült, tehát a nyelvfelüli fogszabályozásban ez egyértelműen szükséges. Tehát a nyelvfelüli fogszabályozás egy külön terület, ahol
az anatomi adottságoknál fogva ez szükséges. Tehát azt gondolom, hogy az egyik irány az az, hogy lesz egy buborék, ami egyre nő, és azt érezteti velünk, hogy le vagyunk maradva, ha nincs CBCT a rendelőnkben. A másik irány viszont az, hogy valóban a digitális technológia nagyon sok mindent megreformál és megváltoztat a fogászatban, a fogszabályozásban, akár használom a Uber kifejezést. Tehát ennek a legpregnánsabb része pont az aligner-ek, a digitális aligner-ek világa, amit én is előállítok, mert hát egyrészt gyakorlatilag az ennek a technikának az ős apja vagy ősanyja az InVisalign megjelenésével gyakorlatilag elkezdtek a határok eltűnni a fogszabályozás és a fogorvoslás között. Tehát nagyon sok fogszabályozó tevékenységet, vagy nagyon sok fogorvos kezdett fogszabályozó tevékenységet végezni, ami egy piaci kihívás, nagyon nem kis piaci kihívás a fogszabályozó társadalomnak ebben a pillanatban. Tehát ez egy Uber, és ez csak nő, és ennek a vadhajtása, vagy itt a következő vadhajtása az lehet majd, hogy ezeknek az aligner-eknek az ára csökken, hiszen hatalmas piaci versenyről beszélünk, és olyan újítások jönnek majd, amik esetleg ki is viszik ezt az aligner tevékenységet a rendelőből. Tehát, hogy a páciens maga rendelhet meg olyan készülékeket, amik mondjuk a most saját rendezhetik.